új fejezetet nyitunk kolozsvári közoktatásba, ugyanis elkezdődött az új tanügyi év. Sikeresen zártuk a felújítási korszakát ezeknek az intézménynek. 25 óvodában, 54 iskolában és 2 bölcsődében történtek felújítási munkálatok, a karbantartási munkálatok. Itt minden egyes magyar iskolában, illetve ott, ahol magyar óvodai csoportunk van, ott megtörténtek a szükséges karbantartási munkálatok, viszont számunkra ez kivételesen fontos ez az év. És pedig azért, mert kezdeném azzal, hogy minden olyan magyar gyerek, akit a szülei magyar nyelvű oktatásba akartak részesíteni, megvan a helye. Nem maradt ki senki azok közül, akik magyarul akarják oktatni a gyerekeiket, még akkor is, hogyha elég sokan vannak olyanok, akik nem magyar nyelvű oktatási intézménybe adták a gyerekeiket. A második célunk, amit sikerült ebben az évben megvalósítanunk, az az, hogy végre egy elfogadható megoldás született itt a brassai, illetve az unitárius kollégium közötti vitának a megoldására. Új helyszíne költözött a brassai liceum, a volt régi unitárius kollégium, vagy egészségügyi liceum, vagy nevezzük, aminek akarjuk. Tehát néhány méterrel odébb költözött egy régi, de felújított iskolába, ahol megtettük azokat a szükséges beavatkozásokat, hogy megfelelő körülmények között folyik az oktatás. És körvonalazódni látszik az is, amit az elmúlt években egyesek csak álmodni mertek róla, de egyre közelebb vagyunk a megoldáshoz, és pedig arról van szó, hogy ne kelljen egy magyar gyereknek sem délután járni iskolába. Gondolok itt az Apáczai liceumnak a helyzetére, ahol a hely szűkössége miatt úgy oldották eddig meg, hogy a kisosztályok jártak délbe, délelőtt már mint 1-4 osztály, majd ezt követően 5-7 osztály az délután kellett iskolába járnia. Egy eléggé komplikált megoldást találtunk ki, de meg szeretném köszönni mindazoknak a munkáját, akik ezt lehetővé tették. Nevezetesen arról van szó, hogy a Karolina téri zeneiskola az kiköltözött egy új helyszínre. Megfelelő körülményeket teremtettünk nekik, nevezetesen 79 osztályteremmel rendelkező oktatási épületet kaptak meg, és ez messze menően kielégíti azokat a helyi igényeket, amelyek egy zeneoktatás esetében eléggé speciálisak. És ezzel megoldódott részben az is, hogy a zeneiskola diákjai kisebb számban járjanak délután, mert ott a próbáikat, illetve a gyakorló óráik egy részét délután kell tartani továbbra is, még akkor is, hogyha ez a magas számú osztályterem áll rendelkezésükre. Viszont 6 osztálya az Apáczai Cserejmános liceumnak az át fog költözni ebbe a kis épületbe, és ezáltal egy normális modellbe kerül minden iskolának a sorsa. Nem sikerült megoldanunk a néhány osztály átköltöztetését a katolikus parókia udvaráról, itt a hódiskolának néhány osztály továbbra is ott működik, de reméljük, hogy arra is valamilyen megoldást fogunk találni.